Jó estét kívánok! Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság a paksi bővítés kapcsán. A hivatalos felszólító levelet már el is küldték a kormánynak. Ebben azt kifogásolják, hogy a magyar állam közvetlenül pályáztatás nélkül adott megbízást a Rosszatomnak az atomerőmű kibővítésére. Lázár János azt mondta, minden felmerülő kérdést meg fog válaszolni a tárca, de a kormány szándéka megváltoztathatatlan Paks 2 ügyében. A paksi atomerőmű kapcsán pedig minden megy előre. A kötelezettségszegési eljárás sem tántoríthatja el a kormányt a szándékától Lázár János szerint. A miniszter ugyanakkor úgy látja, nem véletlen, hogy most ütötte fel a fejét a vita. Kirobbant egy kereskedelempolitikai vita, ami nem kevesebbről szól, mint arról, hogy az Európai Unió nagyvállalatai ehhez a beruházáshoz, ami Európában is kiemelkedő jelentőségű 12 milliárd eurós beruházás, hogyan férnek majd hozzá. Ez a vita ennél nem kevesebb, és ez a vita ennél nem több. Lázár János azt mondta, Magyarország a végletekig ragaszkodni fog ahhoz, hogy a beruházás a jelenlegi módon folytatódjon, de azt is megígérte, hogy az európai nagyvállalatok 60%-ban nyílt verseny keretében beavatkozhatnak majd az atomerőmű építésébe. A kérdésre, hogy miért nem írta ki tendert a bővítésre, a miniszter azt mondta, Európában erre még sehol sem volt példa. Tehát Európában jelen pillanatban egyetlen egy olyan beruházás sincs, ahol tender választotta volna ki a fővállalkozót, vagy azt, aki az egészért megvalósítási felelősséget visel. A miniszter azt is bejelentette, hogy a kormány kész bíróság elé vinni az ügyet, ha a következő 2 hónapban nem sikerül megállapodni Brüsszellel. Az olcsó áramból ugyanis, mint mondta, nem tud engedni Magyarország. Az Európai Bizottsági Vizsgálatot azért is nehezményezte Lázár János, mert szerinte a volt elnök José Manuel Barroso hozzájárult a kivitelezéshez. Készek vagyunk az együttműködésre, korrektül meg fogjuk válaszolni a kérdéseket, és vannak bürokrácia csökkentő javaslataink Brüsszel számára, hogy ne tartson 24 hónapig néhány alapkérdés föltétele. Lázár János szerint Barroso volt elnök január 14-én adott felhatalmazást a bővítésre, azok után, hogy a kormány 2013. novemberében bejelentette építési szándékát. Az Energia Klub azonban egy bizottsági válaszra hivatkozva azt állítja, hogy nem történt engedélyezés. A levélben, amit nyilvánosságra hoztak, az Európai Bizottság illetékese azt írja, a beruházásról őket nem értesítették, és ebben az ügyben semmilyen hivatalos dokumentum nem született. Csepregi Nándor is osztja minisztere véleményét, vagyis, hogy a brüsszeli döntés ellenére az eredeti tervek szerint megvalósul a paksi beruházás. Az ellenzéki pártok viszont úgy látják, akár be is dőlhet a projekt, ezért szerintük a kormánynak nem kellene harcolnia a beruházásért. Eljárás folytat az Európai Bizottság. A miniszterelnökség államtitkára szerint hiába indít kötelezettségszegési eljárást a paksi bővítéssel kapcsolatban az Európai Bizottság. A beruházás mindenképpen megvalósul. Higgyék el, az Európai Bizottság sem tévedhetetlen ebben a kérdésben, lesz paksi bővítés, ezt a vitát pedig az Európai Bizottság a magyar kormány le fogja folytatni. Kevésbé optimista a projekttel kapcsolatban az Energia Klub program vezetője. Szerinte a kötelezettségszegési eljárás vége az is lehet, hogy Brüsszel arra kötelezi Magyarországot, hogy írja ki újra a tendert. Amennyiben ennek meg kell történnie, akkor az évekkel visszavetheti ugye a beruházást, amit tekintve az, hogy Oroszország milyen pénzügyi helyzetben van jelenleg, akár jelentheti azt is, hogy már nem fog tudni megvalósulni a beruházás. Az LMP szerint a kormány nem cáfolta, hogy elkezdték lehívni az orosz hitelt, ami azt jelenti, hogy a kabinet adósság csapdába vezette az országot. Szél Bernadett kijelentette, ez azért is problémás, mert elképzelhető, hogy az egész beruházásból nem lesz semmi. Hogyha egy kormány tudja azt, hogy várhatóak problémák, és mégis elkezd felelőtlenül költeni a hitelkeretből, akkor ez sokkal inkább egy nagy lenyúlásnak a képét vetíti elénk. Sokkal inkább arra jó ez az egész hadművelet, hogy a Fidesz jó kistafírozza a saját hátországát, miközben az országot egy adósság csapdába lavírozza. Az együtt szerint ebből is látszik, hogy a beruházás hiba volt. A párt azt követeli, hogy a kormány számoljon el a paksi bővítésre költött adófizetői pénzekkel és hitellel, és hozza nyilvánosságra a megkötött szerződéseket. Ez az Orbán kormány kudarc, és hogy a miniszterelnök is értse, szálljon le Paks 2 döglött lováról, mert ez nem fog menni.
Az együtt álláspontja szerint ma Magyarország egy energiabiztonsági és nemzetbiztonsági szempontból kiszolgáltatottabb ország, mint lennie kellene, mert a Fidesznek nincs B-terve, nincs terve arra, hogy mit kellene Magyarország hosszú távú, 20-30 éves energiabiztonságával tenni. A Párbeszéd Magyarországért pedig azt mondja, a kötelezettségszegési eljárással Brüsszel véget vetett Orbán és Putyin atomflörtjének.